Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök január 23-án kedd este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! A Városháza és a televízió csapata nyerte a Magyar Kultúra napi kvízt. Ismét betekintést nyerhettek a szülők a Talentum iskola mindennapjaiba. Ideiglenes befogadóhelyjel bővült a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány. Pályaorientációs nyílt napot szerveztek a Peron Tehetség Központban. A tavalyi év kezdeményezése után idén is egy vetélkedőre várták a város közintézményeit január 22-én. A Magyar Kultúra Napja alkalmából 6 csapat mérhette össze tudását a Városháza munkatársai által létrehívott jó hangulatú kvíz délutánon. A tavalyi év nyertes csapata, a Városháza munkatársai szerveztek idén jó hangulatú vetélkedőt a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Az esemény ötletét a múzeum indította útján a 2023-ban, amely részeként a helyi és körzeti közintézmények mérhették össze tudásukat egy-egy játékos feladat során. A másfél órás kvíz délután végül holtversennyel zárult, a házigazda ugyanis megőrizte címét, de a Tatai Televízió csapata is a képzeletbeli dobogó legfelső fokára állhatott. Én azt gondolom, hogy ez egy kiváló alkalom arra, hogy egy kicsit valóban azok az intézmények, hivatalok, amelyek a városunkban működnek, azoknak a munkatársai egy ilyen felhőtlen szórakozással együtt töltsenek másfél órát, két órát, hiszen Magyar Kultúra Napja alkalmából nem csak azzal a céllal szervezzük meg most már a tavalyi kezdeményezés nyomán ezt a kis játékot, hogy új információkat nyerjünk, vagy hogy megmutathassuk egymásnak, hogy milyen műveltek vagyunk a magyar kultúra, vagy általában a kultúra kapcsán, hanem azzal a célra is, hogy jól érezzük magunkat, és együtt töltsünk egy kis időt. Örülünk neki, hogy ebben az évben is volt 6 olyan csapat, akik az intézményekből, akár a Városkaputól, a Rendháztól, a Városházától, a Múzeumtól, a Televíziótól és a Könyvtártól vállalták, hogy részt vesznek ebben a kis játékban. Igyekeztünk színes feladatokat összeállítani, a munkatársaim itt a hivatalban dolgoztak ezen az elmúlt héten rengeteget, hogy a kultúra minden szegmenségből, minden területéről tudjanak feltenni érdekes kérdéseket, különböző játékosabb feladatokat is belecsempésztünk, sok villámkérdést, és ezen kívül a film, a zene, és minden terület valóban jelen volt a kérdések között. Én úgy látom, hogy mindenki nagyon élvezte ezt a programot, és nagyon bízom benne, hogy a jövő esztendőben folytathatjuk ezt a kis hagyományunkat, és úgy vállalkozott a rendház, hogy a következő évben náluk valamelyik helyszínükön fogjuk tudni megrendezni majd ezt a vetélkedőt, úgyhogy bízom benne, hogy jövőre is legalább ennyi csapat lesz, aki velünk tart majd ezen az alkalmon. Kimagaslóan nagy népszerűségnek örvend a Talentum iskola, amely intézmény az év első hónapjában is nyílt napot hirdetett. Az érdeklődők betekintést nyerhettek az általános iskolába zajló tanórákba, de kötetlen beszélgetésre és információszerzésre is lehetőségük nyílt a szülőknek. Lelkesen tanuló diákok mellett érdeklődő szülőkkel is megteltek a Talentum iskola osztálytermei január 23-án. A két tanítási nyelvű intézmény januárban is nyílt napot hirdetett, amely során számos család érkezett az épületbe, hogy betekintést nyerjenek a különböző tanórákba. Az angol mellett a matek és magyar foglalkozások is népszerűnek bizonyultak, de bármely kérdésükre választ kaphattak a programon megjelentek. Az a tendencia, hogy körülbelül fele-fele arányba jelentkeznek hozzánk a szülők azért, mert kisiskola vagyunk, és több figyelmet, időt tudunk fordítani a gyerekekre, illetve a másik fele, aki kifejezetten angol nyelvoktatás miatt jön ide. De most már egyre inkább elterjedt az, ami valóban, ahogy működik az iskola, hogy 8. gyerek középfokú nyelvvizsgával mennek el az iskolából, és így kezdik meg a középiskolát, de az utóbbi 2-3 évben azt figyeltük meg, hogy már van egy-egy diákunk, aki a felsőfokú nyelvvizsgát is 8. leteszi, ezért az idei évtől célzottan már 3-4 diákot mi készítünk fel a felsőfokúra. Alapvetően a két anyanyelvű program miatt, mivel több tanórájuk van, mint egy általános iskolában,
ezért egy jó képességű, egy átlagos vagy annál jobb képességű diákokat várunk, hogy az általános iskolai tanulás az sikerélmény legyen, ne pedig kudarc, tehát hogy szeresse meg a tanulást, és ne essen nehezére. Nekünk nagyon fontos, hogy a gyerekeknek délután legyen ideje a családjukra, legyen idejük sportolni, zenélni. Körülbelül az általános iskolás alsó tagozaton szerintem 90%-a a gyerekeinknek sportol. Természetesen, ahogy mindenhol máshol, ahogy megyünk föl évfolyamokra, azért ez lejjebb megy egy olyan 80%-ra, de ezzel azt akartam mondani, hogy a gyerekeknek a tanulás mellett jut ideje a hobbira, a szabadidőre, a családra, a játékra, jut idejük gyereknek maradni. Ehhez viszont az kell, hogy egy jó képességű gyerek legyen. Tudjon együttműködni, hiszen nagyon sok projektmunka van, nagyon sok páros feladat van a gyerekekkel. Különösebb ilyen extra igény nincsen, hogy milyen gyerek legyen. Inkább az a fontos, hogy a szülőknek legyen bizalma. Tehát, hogyha választanak egy iskolát, az teljesen mindegy, hogy a miénk vagy bármelyik másik, akkor bízzanak meg az adott iskolába, higgyenek abban, hogy valóban a 8 évnek az íve az olyan lesz, amilyet ígért az iskola, vagy amit hallottak róla, és akkor szerintem egy nagyon jó 8 évet lehet együtt tölteni a szülőkkel. Tata külterületén fogadta stábunkat a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány. A civilek egy átmeneti befogadóhellyel bővítették kapacitásukat, ahol jelenleg több gazdikereső macska és kutya is található. A helyszínen különböző konténerek lettek kialakítva az esetleges fertőzések elkerülése végett. Több éve kitartóan, aktívan és eredményesen hirdeti a felelős állattartás fontosságát, most pedig nagy mérföldkőhöz érkezett a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány. Sok önkéntes munka, áldozat és a négylábúak szeretete következtében már egy átmeneti befogadóhely kialakításával kezdhették az évet a civilek. A helyszín megálmodásakor a cicák és kutyák komfortja mellett a praktikum és az egészségügyi szempontok is kiemelt tényezők voltak. A munka azonban nem ért véget, de segítséget is örömmel elfogadnak az állatvédők. Tervezgettük már lassan 2 éve, hogy fejleszteni kellene, mindennaposak a bejelentések. Ugye alapítványunk inkább cicákkal foglalkozik. Kutyára van több állatvédő szervezet a környékben. Nem azt mondom, nálunk is megfordul néhány kutyus, de nem mi vagyunk az a nagyon nagy felvevő szervezet. Mi inkább ráálltunk a cicusokra, de cicából is óriási nagy az igény. Szinte minden nap kapunk bejelentést, hogy hozzuk el sérült, elütött, beteg, oda csapódott, kirakták, elhagyták. Tehát cicából is abszolút nagyon-nagyon sok van. És hát ideiglenes befogadókkal dolgozunk, és kevés. Tehát bármennyi ideiglenes befogadónk van, az kevés. És hát gondoltunk egy nagyot, beruháztunk, vettünk 2 konténert, illetve most már 3-at, van egy fertőzőnk, van egy lábadozónk, és van egy játszóházunk. Ő is lassan mehet vissza a játszóházba ivartalanítás után, örökbe is lehet fogadni. És most már, hál' Istennek, egy olyan 30-40-es létszám, amivel foglalkozunk, sőt karácsonykor elértük az 50-es létszámot is. Annyi cicánk volt, néhány kutyussal, és tervezünk még további beruházásokat, hogy minél több cicán tudjunk segíteni. Ezt az egészet önerőből csináljuk, semmilyen állami támogatást nem kapunk. Akik támogatók vannak, és az orvosi költségekre szoktunk főként kérni, hogy segítsenek minket, és természetesen bármi, tehát akár egy elhasznált cicabútor, bármit elfogadunk, egy megunt játékot, egy megunt alomtálcától kezdve, mi bármit tudunk hasznosítani. Nem csak saját képzéseit vonultatta fel a Peron Tehetségközpont a január 20-ai nyílt napján. Akik a könnyű zenei képzések iránt érdeklődtek, akár a Debreceni Egyetem Könnyű Zenei Intézetének lehetőségeivel is megismerkedhettek. Az együttműködés így az oktatás alapszintjétől a legmagasabb tudás elsajátításáig bemutatta a kínálatot.
Régóta tart a közös együttműködés a Peron Tehetség Központ és a Debreceni Egyetem között, mivel az intézmény könnyűzenei intézetet indított, ahol diplomaszerzésre is lehetőség van. A tatai iskola számára egyértelmű volt, az összefogás gyümölcsöző lehet a fiatal tehetségek számára. Könnyűzenészeket képzünk, és így az évek alatt azért kiderült viszonylag hamar, hogy van jó néhány olyan tehetséges növendékünk, akik kimondottan zenei életpálya modellet képzelnek el maguknak, szeretnének tovább tanulni, és esetlegesen diplomát is szerezni ebből a szakirányból, úgyhogy egyértelmű volt, hogy elkezdünk közösen dolgozni, és ennek a jó kapcsolatnak most már egy vagy két éve, lassan két éve tart így a kommunikációs része. Előző évadunkban már kettő tanárunkat is felvették például a Debreceni Egyetemre, úgyhogy ez is egy érdekes sztori, hogy a tanárainkat is igyekszünk beiskolázni és tovább képezni, ez egy szuper lehetőség számunkra. A Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézete 2018-ban jött létre, akkor még a zeneművészeti kar alá tartozott. Ma már különálló intézményként folytatják tevékenységüket. Az alapképzés 2023. szeptemberében indult el 8 szakirányon. A gitár, basszus, gitár, dob, billentyű, mellette az ének, és még van 3 fúvósunk is, tehát 8 szakirányon indult a képzés. Igazából ugye nem titkolt szándék, hogy egy pályaorientációs napot tartunk Tatán a Peron Tehetségközpontban, ahol hát mondjuk úgy, hogy helybe jöttünk az itteni régió lakosainak, ne kelljen olyan messzire utazniuk, úgyhogy mi most egy nyílt napot tartunk, felvételi konzultációs meghallgatással egybekötő, és a végén egy koncerttel zárva a napot. Úgy gondolom, hogy nyilván korai most azt mondanom, hogy bizonyította a létjogosultságát fél év után, de az megállapítható, hogy igény azért mutatkozik rá, és ugye ezt szoktunk mindig hangsúlyozni, tehát ismétlem önmagam, hogy nagyon komoly klasszikus zenei képzés, népzenei és jazzzenei képzés van felső fokon a Magyarországon, viszont könnyű zenére ez idáig nem volt lehetőség, és ez ugye tavalyi évben elindult ez a lehetőség, így nálunk is lehet könnyű zenész diplomát szerezni. A Passió előadásával készül a húsvétre március 24-én a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tatai csoportja. Az előadás előkészületei már zajlanak, azonban a szervezők még várják azoknak a jelentkezését, akik szívesen szerepet vállalnának a 2024-es tatai Passióban. További információkért a passio.tatakukac@gmail.com címre írhatnak levelet. Január 27-én búcsúzik régészeti kiállításától a Kunidomokkos Múzeum, amely apropóból egész nap ingyenes programokkal várják az érdeklődőket. Délelőtt 11 órától a közösségi régészetről tartanak előadást, amelyet a fémkeresőkről szóló tájékoztató követ. Az események sorát délután 2 órakor egy kurátori tárlatvezetés zárja. Következzenek keddesti híreink, még egyszer röviden. A Városháza és a televízió csapata nyerte a Magyar Kultúra Napi kvízt. Ismét betekintést nyerhettek a szülők a Talentum iskola mindennapjaiba. Ideiglenes befogadóhellyel bővült a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány. Pályaorientációs nyílt napot szerveztek a Peron Tehetségközpontban. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök január 23-án kedd este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen hírszemle műsorunk következik, majd sportösszefoglalónkat láthatják. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is, a viszontlátásra!